Agrárcenzus címen három évvel ezelőtt indított teljes körű mezőgazdasági összeírást a Központi Statisztikai Hivatal. Múlt hét elejétől újabb feltérképezés indult az országban. A KSH Agrárium 2023 elnevezéssel május 15-e és július 15-e között tart gazdaságszerkezeti felmérést. Az összeírás országos szinten 74 ezer egyéni gazdálkodót és 11 ezer gazdasági szervezetet érint, célja pedig, hogy a statisztikai adatok valósághű képet szolgáltassanak a magyar mezőgazdaság helyzetéről. Felmérjük majd a földterületnek a nagyságát, mekkora a területen gazdálkodnak az egyes művelésiákban, felmérjük az állatállománynak a nagyságát, fontos kérdéseink lesznek majd az öntözésről, illetve az öntözhetőségről, kérdéseket teszünk fel majd a gépekről, illetve a berendezésekről. A gépekkel kapcsolatosan 2013-ban ból vannak az utolsó információink, ezért ezek most idén nagyon aktuálisak lesznek majd. A munkaerő kapcsán kérdéseket teszünk majd fel a legmagasabb mezőgazdasági végzettség vonatkozásában, illetve a gazdálkodóknak az életkorára vonatkozóan, illetve tulajdonképpen majd arra is, hogy mennyien gazdálkodnak, tehát mennyien dolgoznak a gazdaságokban, mennyi, mennyi alkalmazottat foglalkoztatnak. Az idei összeírásunknak egy külön blokkja ha foglalkozik majd a megyében jelentős gyümölcstermesztéssel, illetve kérdéseket teszünk majd még fel az agrár digitalizáció kapcsán is. A 2020-as agrárcenzus adatai alapján szabolcs már bereg az egyik legjelentősebb vármegyének számít az országban. Itt működik a Magyarországon nyilvántartott gazdaságok 13 a a dohányültetvények 81 a és a gyümölcsösök több mint harmada a vármegyében található. Kiemelkedő jelentőségű az alma, a megy, a dió és a szilva termesztés. Az állattenyésztésben pedig a régió jó és tyúkállománya jelentős országos viszonylatban. Ennek megfelelően a mostani gazdaságszerkezeti összeírásból is jelentősen kiveszik részüket a vármegyei gazdák. Itt a Szabolcsot vármegye 6930 címmel érintett, 81 településen, mintegy egy 70 ezeres mintából, ők a nem kiemelt egyéni gazdaságok. Emellett érintett még a felmételben 538 kiemelt egyéni gazdaság és 815 gazdasági szervezet is. A gazdaságszerkezeti összeírás kérdőjéve május 31-ig tölthető ki online, ezt követően összeírók keresik fel a vármegye gazdaságait és szervezeteit. A központi statisztikai hivatal arra bíztatja az érintetteket, hogy minél többen éljenek az internetes kitöltés lehetőségével.